portré most következik. A műsorvezető Molnár Szabolcs. A műsor mai vendége Rippel Ferenc, artista, művész. Köszöntelek. Szervusz, szia. Összpontosítással és koncentrációval kapcsolatban kérdeznélek először, hogy tulajdonképpen te ennek, ti ennek is vagytok a mesterei is? Abszolút. Maga az összpontosítás és a koncentráció nálunk munkaeszköz. Mi ezt úgy használjuk, mint más mondjuk a levegővételt. Ezt onnan tudom ennyire pontosan elmondani, hogy több mint 10 000-szer már bemutattuk a produkciónkat, és minden egyes alkalommal bebizonyosodott, hogyha én egy 1000 másodpercre is kigondolok, tehát a produkción közben, ami mondjuk egy 10 perces bemutató, ha én elkezdek kifelé gondolkodni a teendőimen, az esetleges fájdalom érzet, vagy szomorúság, vagy jókedv, vagy szerelem, vagy vidámság, vagy bármi, abban a pillanatban egyensúlyvesztés következik be, és abban a pillanatban a Viktornak a jelzésére térek vissza abban nagyon vékony idősíkba, amit jelennek hívnak. Ugye Eckhart Tolle mondta, hogy a most állapota az, ami tulajdonképpen lényeges, abba tudunk élni. De most maga a produkciónk sem máshol nem szól, csak a jelen pillanatról. És ez tényleg milyen érdekes, hogy azt mondod, hogy egyensúlyvesztés következik be, hogyha egy picit kigondolsz, de ez az életben máshol is így történik, gondolom én, hogyha egy picit mondjuk másra, vagy szétesik a figyelmünk, akkor az egyensúlyunk is. Hogyne. És akkor össze-vissza billegünk. Hát a legkézenfekvőbb, ami szinte mindenkit érint, az autóvezetés. Ha az autóvezetésben egy picit elnézünk, picit kigondolunk, picit elábrándozunk, és visszakapjuk a szemünket, vagy visszahozzuk a tudatunkat abban az adott másodpercben, abból a jövőképből, vagy a múltképből, amerre éppen időztünk, onnantól kezdve egy teljesen új szituáció áll előttünk. Más autók, más forgalom, bizony azért ezek nagyon befolyásoló tényező. De megtörténik ettől függetlenül? Megtörténhet, hogy egy-egy hajszálnyi pillanatra mondjuk előadás közben kigondolsz, ahogy így mondod, hogy kigondolsz? Igen, abszolút előfordult már egy párszor, és a mai napig ezt próbáljuk tanulni. Ez mindennapi tanulási folyamataink része. Viszont hál' Istennek, hogy mi ketten vagyunk, és nekem van egy öcsém, aki valamilyen telepatikus, vagy akár egy metakommunikatív úton megérzi azt, hogy én nem vagyok ott abban az adott másodpercben, és ő abban a készfogásban, ahogy mi fogjuk egymás kezét, jelez nekem. És az a jelzés, az elég ahhoz, hogy pák, visszatérjek. És abban a pillanatban, hogy visszatértem, tudatosítottam magamban, meg ő bennem, hogy én nem voltam ott. Tehát figyeljek oda, és ez ilyen kicsit ilyen leszúrás jellegű is. Hát meg ez egy kicsit ijesztő is tud lenni, nem? Mert tulajdonképpen ti ott az életeteket kockáztatjátok. Igen. Egy dzsonglőrnél, mondjuk egy cirkuszművészeten belül a labda azonnal jelez. A gravitáció mindenkire ugyanúgy hat. Nincs olyan ember, akire ne úgy hatna a gravitáció, mint rám. És a labdára is. Tehát egy dzsonglőr feldobja a labdát, és elkezd közben gondolkodni, hogy a francba az az e-mail, amit nem írt, már esett a labdája. Úgyhogy ez nálunk is ugyanígy van. Igen, nagyon ott kell lenni minden 1000 másodpercben. Persze az ember, amikor vannak időszakok, amikor elengedi magát, de én nagyon tudatosan próbálom a jelen pillanatot megélni. Jelen pillanatban ezt az interjút. Hát igen, és akkor itt is egy nagyon erős koncentrációban lenni például? Abszolút, hiszen nem szeretek elmenni időben. Én is hajlamos voltam rá, és elkezdtem tudatosan élni, és elkezdtem tudatosan megtanulni a jelen pillanatnak a varázsát, azt, hogy ne a múltban, a múltnak a tapasztalataiból hozzam be a jelenemet, és ne szennyezzem be a jelenemet egy ismeretlen jövőképpel. Mert abban a pillanatban a jövőtől való félelem és a múltból való szintén a félelem az összezavarhatja ezt az állapotot. De talán nem így nőttünk fel, vagy nem így, hát, így nem. Születtünk, nem, hanem inkább például hoztunk gyermekként is, gondolom, szerettük a múlt, tegnapi játékok, holnapi játékok, bár nem tudom. És akkor ez meg egy újfajta életvitel, amit te mondasz, hogy a most hatalma, ahogy mondod, hogy Tolle, és akkor... Én nagyon szeretem ezt, nagyon jó ennyire tudatosnak lenni. Én úgy érzem és úgy gondolom, hogy az embernek tényleg csak abban az adott másodpercen lehetősége megváltoztatni az életének a fordulatát. Sem a jövőben, ami egy fikció, abban nem tudunk mit kezdeni, nem tudok abban lenni, hogy majd mi lesz, amikor már tapsol a közönség, mert nekem a színpadon ott azt az adott másodpercet kell megélnem. Pont úgy van, mint az udvarlással, hogy nagyon sok cimborám, aki mondják, hogy Feri, bárcsak már ott lennék a lányjal az ágyban, akkor mondom,
de normális, hogy az egész utazást elveszíted, az egész utazásnak a szépségét. Ugye a journey, az utazás, az amikor megéljük azt a pillanatot, nem az, hogy vár, tapsol a közönség, akkor hol van maga a produkciós rész? Hát pont ez a lényeg. Hát igen, igen, de valójában meg mégiscsak tervez is az ember, nem? Igen. És lehet, hogy van, akit meg az visz előre, hogy kitűzem a célt, hogy az a cél, hogy mondjuk tapsol a közönség, és akkor ahhoz kitaláljuk, hogy milyen olyan elemeket kellene bevinni, hogy tapsoljon a ez közönség. Ez így van, ebben egyetértek. Tehát kell, hogy célja legyen. Ezt coachként is tudom, hogy az első a célkitűzés, amit meg kell határoznunk. De az addig tartó utazás, az még fontosabb, mint a cél, mert a cél megváltozhat menet közben. Na hát igen, és ez is egy érdekes dolog egyébként, hogy megváltozhat menet közben a cél, de ezt is az ember hogy tudja úgy ügyesen, egészségesen, optimálisan irányítani, hogy akkor szana szét is pereghet minden, hogyha mindig változik a cél. Ez nem sikerült, hát mindegy, akkor lehet ilyen link módon is hozzáállni. Igen, ennél egy picit, ugye egy átfogóbb kérdés, mondjuk a gyereknevelés. A gyereknevelésnél mi a cél? Az, hogy egy egészséges, jó gondolkodású, tapasztalt, jó nagy tudást megkapott felnőttet neveljünk abból a gyerekből. Tehát van távlati cél, taníttatástól kezdve a közerkölcs, és minden benne foglaltatik, de az addig tartó út a szép az, hogy azokat a pillanatokat megélni, a feszültségeket, hogy a hibákat hogy tudja a szülő helyre rakni abban az adott másodpercben, mert a gyerek az a mostban él, és a gyerek az adott pillanatnak él. Hát egyébként tényleg ezt szokták mondani is, hogy a gyermeknek, főleg egy pici gyermeknek még nincs is idő. Nincs. Tehát neki tényleg nincs idő, csak ebben mi nem nagyon tudunk belegondolni, hogy ha azt mondjuk neki, hogy 2 hét múlva, vagy majd jövő nyáron, akkor ő azt tényleg nem bizony, is tudom. Bizony, hogy... most 5 éves a fiam, és most kezdünk az idővel valamilyen szinten képbe jönni, de azt mondom neki, hogy holnap után, akkor az neki még egy óriási káosz, még nem tudja, hogy az mi. Tehát neki nincs ez a tegnap előtt, tegnap, ma, neki ott az adott pillanat létezik, és talán még egy kicsit időben előre, hogy apa, nem sokára, az nem sokára van. Tehát már azért az időérzet jön meg, de ők a mostban élnek, és én ezt tanulom tőlük. Hát igen, és hogy lehet ezt tényleg valahogy úgy magunkhoz venni, hogy mindig tényleg a jelenben lenni, ennyi talán? Valószínűleg. Hát, hogyha emlékszünk vissza a gyerekkorunkra, amikor én mondjuk rajzfilmet néztem, akkor engem ott nem érdekelt, hogy mi volt előtte a játszótéren, és nem érdekel, hogy utána mi lesz majd az ebéddel, hanem ott azt az adott ezred másodpercnyi történetet élem meg, amit nézek a rajzfilmen, vagy bábszínház, vagy amit anyu mesélt történeteket. Hogyha az ember kikalandozik, akkor bizony elveszíti azt az utat, elveszíti azt a jelent, és én nagyon szeretem ezt megélni. Hát akkor lehet, hogy a kikalandozás, azt kellene valahogy egy kicsit megfognunk, és akkor lehet, hogy akkor a kikalandozás a kulcs, nem, hogy a kikalandozásokat valahogy... Abszolút. Kalandozás fontos. Az is jó, igen. Igen, a kalandozás fontos, és például amikor elmegy utazni az ember, és mondjuk családdal elmegy nyaralni, bizony előre kell tervezni. Ugye egy előre tervezés az nagyon fontos, de az nem azt jelenti, hogy az összes gondolatomat arra a jövőképre kell összpontosítani. Tehát az ember, én nagyon határozottan kitűztem magamnak, hogy én legalább 100 éves koromig akarok élni. Egészségesen, fizikálisan és mentálisan egyaránt. Hogyha én ezt az adott kitűzött célt tartom szem előtt, és rohanok a célom irányába, akkor bizony azokat a köztes részeket, amiket most élek meg, ezt elveszítem. De nekem meg kell élni a rossz kedvet, meg kell élni a görbéknek minden ágát, hogy majd elérjem a célomat, hogyha elérem. Hát ez ugye eltervezni lehet, de hát kivitelezni abban az epigenetikában nagyon sokat lehet tenni, viszont hogy meddig tart ez az út, azt majd fönn tudja valaki. Hát egyrészt igen, másrészt pedig könnyen lehet, hogy azért jócskán bele lehet így is nyúlni, hogy például te sok mindent megteszel, igen. És te egyébként mennyit tudsz maximumként magadnak elképzelni? Azt mondod, 100-at elcúsz, de maximumként, hogy... Nagyon érdekes, ezt a kérdést nem tettem még fel magamnak, mert én elkezdtem tudomány oldalról nézni az embert és az emberi testet, főleg a magamét, mert... Úgy gondolom, hogy az a 122 éves hölgy, aki most még él és itt van közöttünk, az elég jó példa arra, például nem csak nekem, hanem az orvosoknak is, hogy hirtelen upgrade-eljék az összes eddigi tudásukat. Eddig 127 évre tették az apoptózis, a természetes sejtelhalásnak a többségét, tehát akkorra tették az emberi test mulandóságát. Most ez hirtelen és az összes ilyen tudományos újság szerint ez már bizony 150 évre tették fel,
Én is találtam interneten mindenféle igen. olyan nagy életkorokat, ami már szinte elképesztő. Igen. Vagy igaz, vagy nem, nem tudom. Nem tudjuk, de az tény is való, hogy a sejtek a regenerálódási képességét lehet machinálni, persze nem gyógyszerekkel, hanem tudatosan különböző preventív gondolatokkal. És az ember nem a betegségében kezd el majd egészségtudatos lenni, mint az emberek többsége, hogy kell egy óriási pofon, egy óriási betegség ahhoz, hogy na, én holnaptól leteszem a cigit, és nem dohányzom, és futok, és sportolok, és egészségesen élek, és nem iszom, és stb. Sokkal nehezebb egy beteg állapotból feljönni az egészséges állapotra, majd onnan elkezdeni preventív gondolkodni. Én megelőztem ezt, és már eleve a prevencióban vagyok. És egészséges gondolatok, azt mondod? Erről egy könyvet írok egyébként, erről az egész utazásról, és ez semmi másról nem szól, csak az, hogy minden a homloklebenyünkben kezdődik, ami elég későn fejlődött ki, hogyha az emberiség történelmét nézzük. Ezt egy pár százezer éve kaptuk ide előre, ezt a prefrontál kortexet, amiben tulajdonképpen a kreatív énünk, a megvalósítás, az önálló gondolkodásunk van, tehát itt van az elhatározás központja. Semmi másból nem áll, csak elhatározni. Elhatározom, hogy én mostantól nem lefogyni akarok, nem izmosabb, szebb és csinosabb és fiatalosabb lenni, hanem egészséges. És onnantól kezdve, hogy az ember azt mondja, hogy az egészség az, ami bennünk van, az, hogy a szerveink meg tudnak újulni, hogyha jól étkezünk, ha úgymond egészséges állatok és egészséges növények esszük, mint táplálékot, akkor az több, mint valószínűleg sokkal többet fog érni, mint ezek a kémiailag összepréselt gyógyszerek vagy táplálékkiegészítők, amik szintén az elmúlt évtizedekben jöttek csak be az emberek tudatába. Előtte nem volt. Honnan szedjünk ilyen dolgokat? Hát a mai világban valamilyen szinten meg kell bízni azokban a label, azokban a matricákban, ami rá van írva arra az adott ételre, vagy italra, vagy hústermékre, vagy zöldségre, bármire. Az ember egy picit utána megy, és nem egy akkora ördöngőség elkezdeni végigkutatni, hogy na, ennek a húsnak mi a forrása. Meg lehet kérdezni a hentest, nyugodtan válaszolni fog rá. Ha hebeg, habog, akkor attól a hentestől nem érdemes többet vásárolni. Ha azt mondja, hogy ez is ez a gazdaságtól vásárolok, ilyen és ilyen tenyésztési körülményeik vannak, és az ember tudatos, és azt mondja, hogy én igenis szeretem ezt a hentest, jó az áruja, és tőle vásárolok, akkor bizony megnézem a gazdaságot, akár az interneten, akár leutazók, leellenőrzöm, nem tudom, és ha az a körülmény, én úgy látom, hogy az állatok egészségeseknek tűnnek, és nem egy helyben állva, egy rácsba be van szorítva, egy tehén mondjuk mozgásmentes, csak hogy adja ki a tejet, és teleszúrják antibiotikummal, hanem az legelészik, csipeget a csirke, nem tudom, jó, hogy sokan vannak, persze, de nem egy ketrecbe van belezsúfolva 100 csirke, akkor attól lehet venni, mert az egészséges állat az ránk is egészséggel fog járni. De milyen érdekes gondolat, ezt tényleg meg lehet tenni. Hát hogyne, hát a mai világban ez még könnyebb talán, mint régen, de elég 50-80 évvel visszamenni, és ott minden ökó és bio volt, hiszen nem nagyon voltak ilyen szerek, amiket mostanában használunk. Hát meg gondolom, hogy akkor tényleg az, amit gondol az ember, az alapvetően meghatározó még, hogy maga a gondolkodás. Abszolút. Ugye megint egy ilyen érdekes mondás, hogy az vagy, amit gondolsz, és azzá válsz, amire a gondolataid alakítanak. Hiszen az ember elkezd pozitívan gondolkodni, elkezd életörömmel gondolkodni. Én igenis le fogok tudni fogyni, én igenis egészséges leszek, én nekem lesz erőm, és ezt meg tudom csinálni, és le tudom rakni a cigit, és nem fogok ideges lenni, akkor az be fog következni, de csak akkor, hogyha ezt tudatosan megteszi. Te dohányoztál valaha? Igen. Tényleg? Zugban, dugiban cigiztem, csortunk egy szál cigit valahonnan, és akkor azt így hárman körbeadogattuk egymásnak. De csak azért, mert tilos volt. Igen, azért, mert tilos volt, aztán utána már szabad lett, utána meg már vagányság volt, és utána a 17-18-20 éves korunkban az menő dolog volt cigizni. Aztán... Azt hittétek. Igen, de közben a tudat alatti pedig folyamatosan suttogta, hogy ez nem az egészséget szolgálja, ez egy papír, egy égő papír, ami meg benne lévő egyéb anyagok, amit az ember belélegez, ez nem egy természetes formája a szervezetnek. És itt szépen elmaradt, úgyhogy én már nagyon régóta nem dohányzom, már több évtizede.
Hát gondolom, meg igazából a munkásságodat is biztosan akadályozta volna, vagy még belecsúszott ott is az elején? Persze, belecsúszott, de az, hogy a tudatos énem, az, hogy az egészségre való hajlamom az sokkal erősebb volt már akkor, mint a dohányiparnak az ereje, hiszen azért nagyon presszionálják az embert a reklámok. Most hál' Istennek kivonták ezeket a dohányreklámokat, de folyamatosan kapjuk a gyógyszereket a reklámokból, mindenhonnan gyógyszer köszön vissza ránk. Az egészségtelen ételek, a nagy cégek beállnak olyan sportesemények mögé, és most nem akarom nevén nevezni ezeket a megacégeket, akik egészségtelen termékeket adnak el embereknek, szinte mérgezik az embereket, és beáll egy csúcsszuper sportesemény mellé, mint főtámogató. Innentől kezdve a kutya kergeti a farkát, soha nem éri utol. A termék egészségtelen, a cél az jó. A lényegében te valószínűleg az optimális működésre törekszel. Tökéletes egyensúlyra, és gondolom ezt is adott tanácsként, mondtad a víz szűrést is. Igen. Hát a régi időkben, amikor volt egy kút, és a nénike felhúzta, vagy a bácsika a jó kis vödörbe azt a vizet, akkor még azt mondom, hogy biztos, hogy nem kellett szűrő, hiszen nem ment mondjuk annyi vegyszer a különböző növényvédőkből, nem ment bele annyi progeszteron, és nem ment bele ösztrogén, és nem ment bele különböző hormonrendszerek ezekbe a földön keresztül átszivárgó rendszerből oda alulra, mert hogy mostanában nagyon sok megy. A legfeljebb beleesett egy egér rakótba, és akkor megbetegedett az egész család. Igen, de az kevesebb hibát okozott, mint mondjuk az. Most Amerikában a víztározóknak a többségében több kokain találnak, kokain származékot, mint amennyi beérkezik mondjuk az országba. Tehát de azért, mert hogy az emberek elfogyasztották, és belekerült utólag, vagy? Na, ezt szépen megmagyarázted, ez így van. A vizelettel és az egyéb anyagokkal távozik, az bekerül a víztározóba, a szűrőrendszerekbe. Például annyi antibébi tablettát szednek a nők, és annyi hormont pisilnek ki, hogy az mind visszakerül a földbe, és ez egy óriási nagy probléma jelen pillanatban Amerikában, hogy szedjék ki a hormonokat a vízből, hogy ne az legyen, hogy újra megissza az ember. De ez itt nem probléma? Mindenhol probléma. Na azért, mert egy tudós asszonyt hallgattam egyszer ezzel kapcsolatban, és szinte rémüldözött, hogy értsük meg, hogy nagyon fontos a friss, tiszta víz. Igen. Hát akkor például mindig ásványvizet kellene inni? Hát az ásványvízzel megint csak egy probléma van, hogy azt az ásványvizet, amit kiszednek a föld mélyéből, oda nem megy le ez a sok hormon, az tökéletes, átszűrik, vagy esetleg nem szűrik, mert van olyan víz, amit nem is kell szűrni, és ezt belerakják egy kőalajszármazékból eredő műanyag PET1-es palackba. És bekerül mondjuk egy csarnokba, ahol jó meleg van, vagy éppen megsüti a nap, vagy éppen megfagy, onnantól kezdve ettől a hőingadozástól abból a palackból mindenféle cucc bemegy a vízbe. És azt megiszik. Hát akkor... Ezért jó üvegből inni. Nagyon egyszerű, tehát olyan alapokat kell visszahozni, amit nagyanyáink, nagyapáink alkalmaztak. Például a zsírt érdemes ilyen zománcozott kondérba tartani, a vizet érdemes üvegből inni. Edényeknek vagy a zománcozott, vagy a tiszta fém edények a jók, amiket régen használtak. Nem véletlenül az ember visszatalál ahhoz, ami eredetileg is volt, mert olyan 41-42 éves koromban kezdtem ennyire öntudatomra ébredni, és így megállítottam, ha nem is visszafordítottam, de úgy érzem, hogy megállítottam az öregedésemnek bizony azt a fokát, ami akkorra már elért. Akkor 96 kilós voltam, tele voltam ráncokkal, elindult egy csomó kiütés rajtam, refluxom volt, aranyerem, viszerem, mindenféle betegségem már megnéztek a különböző tükrözésekkel, minden. És bizony betudtam a férfi klimaxnak, meg a körülöttem levő mindenkinek az átlagának, hogy engem is elért ez a bizonyos kor, csökkent a tesztoszteron szint, és sorolhatnám, nem is megyek bele. És akkor így megráztam magam, mint az a kutya, amikor bemegy fürdeni a tóba, és így kijön, és így egyszer csak így lejöttek rólam ezek a feszültségek, és elkezdtem megnézni a régi idők hagyományait, ötvözve a mai modern kor szupertechnikájával, mert azt nem szabad kiadni, hogy itt élünk a digitális világban, olyan applikációk, olyan tudások vannak, amik kimondottan ezt segítik. És ezt csinálod most?
Igen, és közben ezt viszem át a többi emberre, rengeteg klienssel dolgozom, akik szintén szeretnének 45 éves korukra mondjuk úgy kinézni, mint én, hogy ráncmentesen tele energiával, hogy a ruha nem fér el rajtuk, mert a zsír lejött, eltűnt róla minden zsír, most 76 kiló vagyok a 96 kilóról, eltűnt róla minden zsír, és feljött izomnak. Úgyhogy nem teszek el többet most, mint régen. Csak más ritmusban, más időzítésben, és betartom a szervezetemnek szükséges folyamatot, azt, hogy nem éjszaka számítógépezek, mert éjszaka a májunk epét ürít. És hogyha én az epeürítés, az mondjuk éjfél és hajnali kettő között van ennek a fő ideje, ha én aközben még tévét nézek, vagy éppen a Facebookot nyomkodom, vagy bármilyen ilyen számítógépes dolgot csinálok, vagy akár elmegyek edzeni, vagy csak eszek, vagy bármi, akkor hogy üríti az epét? Valamilyen szinten akkor is, de mégsem úgy, mint hogyha én egy álomban fekve, egy ágyban pihenve teszem mindezt. Ez nagyon nagy lépés megtenni annak, aki egyébként éjszaka számítógépen dolgozik. Hát tudom, olyan nincs is, hogy éjszakai bagoly, tehát ez egy régi dolog, hogy vannak a... bagoly az éjszakai. Igen, de az emberek ráthozva, hogy jó, vannak éjjeli bagoly típusok, meg vannak koránkelős típusok, nem. A szervezete mindenkinek ugyanaz a cirkadián ritmus szerint működik. Az a reggel 6-7 óra körül van a szervezet, akkor kezdi el a kortizol termelni mindenkinél. A kortizol az ébrenlét hormon, a menekülj vagy küzdj hormon, amikor jön egy támadás, és a szervezet azonnal szétárasztja ezt a hormont az adrenallinnel együtt. Este melatonin termelődik, ez az elalvásért felelős hormon. Ha elkezdünk melatonin tablettát bevenni, akkor becsapjuk a szervezetünket, a saját melatonin termelés leállítja, mert kívülről jön be, akkor be van csapva a szervezet teljes mértékig. Szóval vissza kell állni arra az alapra, hogy az ember felvegye azt a belső ritmust, és megtalálja a békét olyankor. Elhiszem. Csak ezt nagyon nehéz lehet meglépni. Most magamra is gondolok, mert azért korán én sem szoktam lefeküdni, és ezt meglépni, meg lehet lépni egyébként, hogy az ember elhatározza és tényleg megcsinálja. Én azért tettem meg, mert azt mondtam, hogy nagy vesztenivalóm nincs. Most kipróbálom, milyen 43 éves korom, vagy 42 éves koromig hajnali 3 erőt nem feküdtem le. Még talán a gyerekkoromban anyámék eltűrték, hogy 10-11-ig ébren legyünk, utána meg még forgolódtam éjjel egyig, és rájöttem már 10 éves koromban, hogy én nekem éjjel egy előtt nem megy az elalvás. Hatodik, ha szakad nekem az éjjel egykor, tudok lefeküdni. Mondom, ezt már csináltam 30 évig, ebből elég volt, most kipróbálok valami újat. És az történt, hogy én 10 órakor alszom, mint a bunda, és 10-től éjfélig az agyalapi mirigyünk termel egy úgynevezett grow hormon, tehát növekedési hormont, amit sok bodybuilder külső egységből ilyen különböző hormonális tablettákkal, meg injekciókkal víz be magába, hogy jó, megnőjenek az izmok. Nekem ez magától termelődik, mert elkezdtem kutatni, és megnéztem, hogy ez honnan jön, mit termeli, mikor termeli, hány órakor, és mi a feltétele annak, hogy az még több legyen. És bizony az, hogy az edzést nem szabad délután 2-nél későbbre időzíteni, mert körülbelül 8 óra kell annak a úgynevezett kortizol hormonnak, az előbb említett hormonnak a kiürülésének. Tehát ha 2-kor edzek, akkor az 10 órára ürül ki nagyjából, hogy hagyj már elaludni a szervezetem. Úgyhogy onnantól kezdve, hogy megvolt délelőtt az edzés, onnantól kezdve én már csinálom a dolgomat, de egy picit így hangolódok arra, hogy bizony én 10 órakor aludni fogok. És 10 órakor alszom, és elkezdtek nőni az izmaim. Úgyhogy egy picit, tehát nem teszek többet érte, mint régen, csak más a ritmus. És ezekből nagyon sok van. Ezekből például megnéztem, hogy mikor a legalacsonyabb a hőmérséklet a testnek, mikor a legkisebb vagy legalacsonyabb a pulzusszám, mikor termelődik a legtöbb keton, mi az a keton, honnan jön, mi az a intermittent fasting, az a időszakos böjt, mennyi az étkezési ablak. Például van, aki fel kell reggel 6-kor vagy 7-kor, bezabál, aztán 10-kor is, aztán délbe is, aztán uzsonnázik és vacsorázik este 10-kor és lefekszik aludni. Az étkezési ablaka egy ilyen embernek mondjuk nyitva van reggel 8-tól este 10-ig. Ez azt jelenti, hogy a szervezetnek nincs ideje éhezni, nincs ideje magát kitisztítani, és ezáltal folyamatosan ő egy gyulladásban van, mert nincs ideje. Égésben, úgy érted? Igen, inflammation. Ebben benne van ebben a szóban az, hogy gyulladás, és igazából egyfajta ilyen belső folyamat, ahol az enzimek bontják le azokat az ételeket. Hát a bélrendszerben egy 8-10 óra alatt mennek át az ételek.
És bizony azt ki kell hagyni. Tehát én este 6-kor, 7-kor eszek utoljára legkésőbb, és utána másnap reggelizek ilyen 8-9 óra körül. Tehát hagyom a szervezetemet kicsit éhezni, bőjtölni tulajdonképpen, időszakos bőjt. Reggel mondjuk 6-kor kezd? Hát 5 óra, 6 óra, igen, uh-huh. Attól függ, hogy mikor fekszem el, 8 órát azért szeretem végaludni. És megint fontos, hogy ugye régen is mondták, az alvás gyógyít, igaz? Ezt még a nagyanyáink is mondták. Feküdj le, fiam, aludni, majd reggelre semmi bajod nem lesz. És ez így van. De ahhoz le kell feküdni, aludni, és ténylegesen, tudatosan meg kell teremteni ezeket a körülményeket, ami a legjobb az alvásnak. Milyen jó lehet, hogy ma tulajdonképpen ezért jöttél, hogy sok embert emlékeztes arra, hogy le kell feküdni, aludni. Igen. És hagyjuk, hogy az a melatonin, az az alváshormon szétáramoljon bennünk. Egy csoda érzés egyébként, amikor lefekszel az ágyba, és nem bezuhansz, hanem így szépen átcsúszol egy érdekes világba. Én imádom. Én ezt most tanultam meg egy pár hónapja szinte. Kedvem támad nekem is egyébként. Nagyon jó érzés. És az, hogy reggel felébredsz, regenerálódott a szervezeted. És most pedig megfeszíted erősebben egy kicsit a kezedet, és elpattan az ingy. Igen, most már ott tartok, hogy ki kellett cserélnem az összes nadrágot, mert kifogytam, mert 20 kiló lejött rólam. Viszont az izomba jött fel. És ugye abban a pillanatban ez kórosnak ma lenne mondható 20 kiló ledobása, mondjuk egy év alatt, de úgy, hogy az izmok nem fejlődtek le, sőt, még erősödtem, így azért ez biztos, hogy egy jó folyamat. Megnyugtató. Örülök. Okay. Én is. Hát köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem. És találkozzunk legközelebb is. A helyszínt biztosította a Budapesti étterem. További együttműködő partnerünk Head Energy Drink Magyarország Kft. Head.hu.